5 állomással készültünk, hogy a Bordács úr is említette, hogy az elmúlt 20 évnek a gémmegőrzési munkálatait be tudjuk mutatni, egy átfogó képet adhassunk. Elindulunk itt majd Jó Magam és Túri István műszaki vezető kollégám vezetésével itt a kerítés mellett az első állomáshelyre. Lesz még egy állomás, ahol majd vizet lehet vételezni, lehet ott is ott lesz a pogás, a kávé, hogyha valaki közben itt a séta alatt megszomjazik, és ott fogunk végezni a nagykapunál, a regisztrációs pontnál, tehát úgy van fölépítve az útvonal, onnan pedig akkor kétfelé oszlik a társaság, azok, akik terepjáról vannak, az én fölvezetésem az majd egy fekete Ford lesz, de ott is elmondom, mi elmegyünk egy rövidebb úton a határba, Kesejűsbe, az erdészeti központba. Akik személyautó vannak, majd a Túri István kollégámat egy Toyotát fognak követni, az M9-esen és az M6-os autópályán keresztül jutnak el ugyanoda. Az erdészet központjánál ott lerakjuk a személygépjárműveket, átülünk terepjáró autókba, és akkor megyünk ki a két terepi helyszínre, ahol a gyakorlatban is meg tudjuk mutatni az elért eredményeket. Mindenkinek akkor kellemes időtöltést és jó tapasztalatcserét kívánok. Köszönöm!